Sziasztok, ez Balatonboglár, pakolnak a katonák. Ugye, vajon mi lesz? Balaton átúszás? Vagy a Balatonboglári borfesztivál tűzi játék? Szerintem ez az átúszáshoz készül. De hogy rendezvény lesz, az biztos, koronavírus ide vagy oda. A Balaton 26 fokos. Az emberek fürdenek, egymás hegyé hátán esznek. Itt valahogy magyarokat én szerintem megint csak nem hír, nem rém hír, meg álhír. De mintha minket nem támadna ez a koronavírus. Lehet, hogy ehhez is csórók vagyunk, vagy nem tudom. De ez csak vélemény, még egyszer mondom. És most még reggel van, úgyhogy nagyon kevesen vannak a strandon, csak látszik, hogy özöllik a nép. De aztán majd tele lesz. Elég szépen tele lesz minden. Az is lehet, hogy nem le, hanem felpakolnak. A futópályán bringával, ja. És mindegy, nem sok futót zavarok. A Balaton mellett mondva nem sok vizet zavarok. De ez inkább hozza, mint viszi. Úgyhogy tudja franc. Yeah.
Ez meg már itt a lellei strand vége. Arra boglár, arra lelle. Ez a strand vége, ha úgy nézzük, mert ez a boglári vége a lellei strandnak, vagy ez a boglári strand már. Sose tudom. Egy lehetséges változat, hogy ez a boglári strand még, és itt a fasor választ el a lelleitől. Ez jó kérdés. Ahol most érkezek. Az biztos, hogy volt egy időszak, amikor boglár lelle volt egyben. Az adózásom, az adóelosztással volt, de erre gondoltam. Erre az úgymond kis molóra, meg a dupla fasorra, hogy lehet, hogy ez válasz el boglárt lellétől. De az ott a lellei moló, az biztos, ahol most már kikötött az a hajó. Koronavírus, meg másfél méter, aha. Vágom, boltba meg maszk, de ez is csak vélemény. Aha.
rész ez kimarad. Sikerült megállítani menet közben véletlenül. Itt tudja, hogy nincs korona, itt nem fertőz szerintem. De én csak vélemény. És még reggel van, teszem hozzá, szóval sok a hely. Most így végig lehet jönni bringával. Az más kérdés, nem szabad, de még lehet. Hát ez jó. És az ugye a vége, ha úgy nézzük, akkor lelle jeleje. Az erre befelé egy irányú. Ugye a Balaton lelei Yacht Club, egy vitorlás kikötő mellett kezdődik. Mert a napfény strand, a fizetős az meg ott a túloldalon. Az még jobban tele szokott lenni. És mit lehet látni, még csak folyamatosan töltődik fel a strand, mert hát ugye 10-11 óra lehet. Nem tudom igazából. De délután ott 0 méter van az emberek között. Úgyhogy szerintem igazából nem nagyon kéne már ez a boltos, maszkos színjáték. Ugye, ami vicces még, ez meg már itt a Lelle felső közti belső út. A Yacht Club felé, mert ugye itt van a Yacht Club nevű Yacht Club. Most ugyan itt magyar autók vannak, de bent csak szlovák, német autót láttam, szóval a színesebb országok. Evelük 0 centiméterre napoznak a magyarok, szerintem. Én legalábbis úgy láttam itt a valóságban, mert ezt nem úgy rajzoltam, amit most így láttok. De ez nem híres, csak vélemény, még egyszer mondom, így nem győzöm hangsúlyozni. Hogyha így nem terjed, akkor szerintem sehogy. Szóval, hogy akkor miért is van a boltban ez a maszk kényszer, hogy nem tudsz bemenni, venni egy zsemlét. Oda, ahol hárman vannak, mert mindenki a strandon nyomorog maszk nélkül. Ez egy kicsit azért fura. Szerintem. Hát ennyi volt, iratkozzatok fel, ez megint csak egy ilyen sor. Egy balatoni reggelen, hogy néz ki itt a jól csoportos közti rész. Legyen közti. Ahogy szeretném, hogy jól látást is, ha lesz vihar, csak ott a Balatonba. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok a semmiről. Sziasztok!